Na, szávasztok, mostanában nem nagyon jelentkeztem semmi videóval, főleg nem játékkal, hát nem nagyon volt kedvem játszani, meg időm sem volt mindig rá, mindig van közbe jött, hogy fasz tudja. Aztán nem vettem föl semmit, hát hétvégén talán, ha lesz, még hazudok, mert játszottam, mert medvével fölmentünk egy szerverre, medvének ott már volt valami ház, egy jó nagy. Mondom, nem abban videózok, én majd csinálok egy különt, aztán másnap belépek, azt full kirédelték azt a nagy házat, pedig aztán tényleg ez is szomúj volt azt berédelni, mert hogy áll azok ebben, mindegy. Mert jó, megcsináltam, egy ilyen felugrálós módszeres volt, meg minden, ott bénáztam is felugrálással. Aztán mégis kirédelték másnap, mikor beléptem. Így aztán ott hagytam, akkor utána egy kockával, mert végre megjött neki a videókártyája, meg most már van netje is, nem mobilnet. Akkor fölmentünk egy szerverre, ott építettünk egy házat, de túl könnyű volt, aztán nem is mentem föl másnap, mert kikérte ilyen bújöldot, ugye ilyen kittek voltak, ugye a fejlődés is izé, ötszörös volt, max. Kétszeresen szeretek menni. És izé, itt túl könnyű volt a játék, meg felvettem egy ilyen rövidke videót, hogy építettünk ott egy házat, de na, azon nem akarok játszani, mert túl könnyű. Meg nincs is semmi normális privát szerver, vagy ilyen moddolt szerver, ami vannak is, és nem ilyen nagyon gyors a fejlődés, mert nagyon gyors fejlődés, az tök nem tetszik nekem. Úgy semmi értelme. Jó, úgy hamar lehet rédel, meg ilyenek, de nincsen kihívásod, hogy valami, meg így tök könnyen kirédelnek téged is. Na, a medvének is a nagyját, azt szerintem szétrakétázták, vagy nem tudom, mit csináltak, de egy full labot bont az egész oldala. Alul ilyen nagy terület, utána nagy torony belül, az is ilyen felugrálós, meg kis ajtó, mindenhol ajtó. Aztán mégis szétrobbantották az egészet. Minden szinten volt blokkoló. De hát ez van. Mindig most ettem egy kis sült kolbászt, sütni való házi kolbászt. Itt a Struccostól. Ki nézte az előző videókat, abszolút tudja, miről van szó. És akkor most azt sütöm, ugye kész. Le is videóztam még az elején, mert ezt most újra fővettem, mert az első videóhoz nem sikerült. Itt az elején a mondandómat. Aztán innen mindegy, hétvégén szerintem majd lesz valami live, de majd a videóban halljátok a többi részbe elvileg. Úgyhogy tervezem, hogy hétvégén nézek, ami szervezi. Ja, meg azt akartam mondani, hogy moddolt szerverekben nem nagyon van izé, semmi jó, ami vannak is, meg jó a plugin is. Oficiálra meg azon vannak bőven, de hát ott meg hát ott nekem nincs időm, hogy egész napot legyek, mert én úgy szoktam videózni, hogy felveszem két nap alatt az egész hetit mondjuk, és akkor be se lépek, vagy valami, vagy bemegyek csak annyira, hogy ne romoljon a épület, meg megnézem, hogy kirédeltek, meg ha kirédeltek, akkor levideózom, vagy valami, meg kicsit valami, ha akarok a videót csinálni, akkor előkészülök neki, aztán így nem szoktam nagyon játszogatni úgy egy húzamba. Azért kéne valami jó szerver, amint tetszik a pluginozás, meg a fejlődés, de hát nem találtam olyat. Mert amik vannak, az meg vannak ilyen öten, hát most mit játszak öt emberre? Az kevés, legalább egy 20 ember legyen. Azt túl sokat sem szeretem oficiálokban, meg azt nem szeretem, hogy meg ilyen 100-an vannak fönt, az meg már megint kicsi a map is hozzá, meg szétrédelnek ott, meg 50-en vannak egy csapatban, meg ilyenek, hát az semmi esélyed ellenük. Ezért kéne tényleg egy saját szerver, és akkor ott összejön egy ilyen 20-30 fős közösség, mint régen, meg 40, vagy akármennyi. És akkor tök jól eljátszogathatnánk. Mindenki megalapítaná egy klánt magának, és akkor te ellenénk benne. És akkor normálisan bepluginozva, hogy ne is túl könnyű legyen, aki nem ér rá mindig, azért annak is legyen esélye érvényesülni. Aki kocka, az hagy kockuljon rajta. Aztán ennyi megrendeznénk, hogy ilyen eventeket is, mint régen voltak, ilyen hülyeségek. Ilyen airdrop, meg nem tudom mi, meg amiket csinálgattam. Na jó, akkor nézzétek tovább a videót, most itt mutatom, hogy sül a kolbász, ott még az elején volt, ott eljön a nyúl, aztán még dumálok valamit. Na, ez lesz, szavaztok, akkor majd mindjárt jön. Na hát nem tudom mennyi látszódik, de elég sötét, a lámpát még nem kapcsoltam föl, de már nem veszem újra azért. Ott sülnek a kolbik. Finom az illata nagyon. Meg olyan szar a minőség, mi a fasz? Na mindegy, itt sül a kolbász, majd jó belakmározott, még egy negyed óra max. Most raktam be, a negyed óra már csak megsül. Na aztán vessük meg a nyuszikat. Na ott vannak a nyuszik, most a fehérek vannak felül inkább. Mindig mikor jövök, elsőbb bejövök ide, hazajövök, megnézem őket.
Mit csinál ez a nyúlt, mi lesz a kéki? Akkor fenn vannak. Mondom, akkor levideózom őket. Na, akkor alszanak addigra. Még tök aranyosan mennek. Tök jó, hogy megy. Így jali, ez befekszik, így hanyadabja magát, ting, megy szopni. Tiszta formák. Na most még sötét lett, meg becsukódik közben az ajtó. Ma itt az a szekrény, jól van most, itt a pont az ablak van. Hogy figyel, kagylózik, ez is itt figyel. Várja a kaját. Ezt azért szeretne, legyen ezt a kutyatejet. Na ott a szürke is. Meg van egy ilyen tök jó színűek, de hát most sajnos nem látszódnak. Ma alszanak. Hát jó, nagyobb pedig. Na jöjjön már ki valamelyik. Gyertek, gyere. Az pont a szürke, az még nem olyan nagy, de ugye megnézzük. Az az apjára hasonlít egy kicsit. Na, nem jönnek. Hangomra ide szoktak jönni általában, de most úgy néz ki, hogy nem akarnak. Egy videóban nem adja vissza, hogy mekkorák, mert elég nagyok. Ahhoz képest, hogy most két hetesek körülbelül. Hétvégén már kiveszem őket, megnézem. Hát szerintem 9 van, inkább úgy számoltuk, hogy 9 nyúl van. Majd meglátjuk. Aztán lehet, hogy most a másiknak is már összejött végre. Az itt van ugye. Most beraktuk ide őt is a ketrecbe. Na most összerakta megint a fiú, hát csak lesz már ebből is valami nyúl. Na, takarítja magát. Aztán lesz akkor király. Ugye ezeket 6 hetesen már el lehet választani az anyjuktól. Az addigra bőven leszül. Akkor megy ide felülre majd. Megcsinálok új ketreceket, nagyokat. Itt van az apa nyúl, ugye? Hova fókuszál ez a fosta is? Meg olyan, mintha izébe venne, fő 720p-be. Most látszik ki az apa, az bement, az ott szokott lakni bent a szekrénybe. Na jó van. Na megyek, mert leég a kolbász. Aztán hétvégén akkor valamivel jövök. Ha minden igaz, akkor hétvégén már lesz, tehát kedvem is, meg hogy ilyen szar idő van, a kuscsiak semmit. A gyereknek akarom a biciklét kicsit megkucolni. Kutya, gyere ki! Buksi, gyere ki fele! Gyere! Gyere onnan ki! Na gyere, mozogjál! Mozogjál! Nyúl, az megtámadja ilyenkor full mindig. Ezt egyszer már levideózom azt is, hogy támadja meg a kutyát. Hogy... Na aztán nézzél, meg szél az ajon szerintem. Na mindegy, hétvégén akkor majd valami rástal jövök szerintem, most már tényleg, nem csak ígérgetem. Mert van is kedvem mindig játszani, de aztán meg elmegy. Mire oda jutok a géphez. Ezért is szépen fejlődnek, most már van slagom, meg minden szar már locsolgatom. Itt a hagyma, meg a fokhagyma, meg minden növeget. Ez meg valamit ellopott a kicsi. Vissza egy vizét, és így boldott, hogy nem tudom mit, ez mindig ellop valamit. Ez egy akkor egy kis vizé fűkaszának a damjéja. Hát ide. Itt ez a fűkasz a damjéját elizéte. Itt van, vigyed, akkor annyira kell. És akkor szerintem live-val indítok egy új szerveren, és akkor kész. Be van tudva, live úgyis megjön mindig a videózáshoz kedvem, mert vannak a kérdések, meg tudok válaszolni, meg ilyen egyéb. Na, aztán rájöttem, hogy az a csomó cseresznyen fám van. Nem is szilvafa volt, összekevertem, az cseresznyék. Jaj, bocs. Nem tudom, mit mondjak, meg itt a Leander. Na, aztán olyan szél volt, geci, alig bírtam haza tekerni. Ha megálltam volna, simán hátra fújt volna. Nézd meg, itt baszogatnak ezek. Leülsz, és akkor már baszogatnak. És a szájában ott van az a szar, az nagyon kell. Na jó, menjetek, én összeszőröztök meg minden egyéb. Na, majd jövök, mert leég a kolbász. Szevasztok!